Idén húsvétkor nálunk a csokoládé nyuszi, az nem húsvéti tojásokat hoz, hanem csokoládé vakcinákat, és hát ezzel ékesítjük fel a húsvéti csokoládé nyuszikat. Jó minőségű olasz tej vagy étcsokoládé felhasználásával készítjük, és hát a csokoládé vakcinának pedig mi készítettünk egy ilyen szilikonöntő formát, és ebbe teljöntjük temperált csokoládéval, és ez szépen kidermed, és a felszínét pedig egy ilyen ezüst lüsztreporral kezeljük le, és akkor csak a mértékegységeket bevágdossuk rajta, és ezzel díszítjük fel. Ez nem egy töltött csokoládé, hanem csak a sima tej, a tej csokoládés nyuszihoz, ét az ét csokoládés nyuszihoz. Csokoládé tojásokra pedig ilyen tükörtojás változat a fehér csokoládéval és egy félszem makaronnal díszítjük, és ezt is nagyon kedvelik a vásárlóink. Ugye nem mindenki gondol arra, hogy csokoládé vakcinás nyuszit a húsvétkor, és ezeknek van alternatívát szeretnénk nyújtani, mert nem vakcinás, de nagyon sokan hiányolják tőlünk a szájmaszkos nyuszikat is, a Mikulásból kiindulva. Én már nem szerettem volna szájmaszkos nyuszikat gyártani, de a vevőigények erre is kiterjednek. Egy pozitív üzenetet szerettem volna hordozni, tehát nem a maszkkal, mint bezárkózva ez a nehéz időszakban, hanem teljesen a fényt, a jövőt, a kinyílást, tehát az oltást népszerűsítve, mert én is ebben látom teljes mértékben a jövőt és a megoldási lehetőséget.